Dobánics László, az UMDS elnöke vagyok. A nehéz ukrajnai helyzet miatt közösségünk az elmúlt években mindent felülmúló megpróbáltatásokon ment keresztül. Háború, gazdasági válság, jogfosztó intézkedések. Mi azonban nem adtuk fel, összefogtunk, és együtt erősebbek vagyunk, mint valaha. A rombolással, fejlesztésekkel, a krízisre gazdasági programokkal válaszoltunk. Július 21-én előrehozott parlamenti választásokat tartanak Ukrajnában. Kérek mindenkit, menjenek el szavazni. Mutassuk meg, hogy vagyunk. Nekünk Kárpátalja az első.